hálát adunk a kimondhatatlan ajándékért, az Úr Jézus Krisztusért, akiben minden ígéreted igenné és ámenné lett. Köszönjük az érthetetlen csodát, hogy öröktől fogva ránk tekintettél és szerettél a világ teremtése előtt. Köszönjük, hogy találkozót készítettél csodálatos fiaddal. Köszönjük, Úr Jézus, szelíd szemedet, szomorúságodat és örömödet, amelyek átjárják szívünket. Kérjük, hogy áld most meg ígédet, hiszen mindig rólad szól. Adj értelmet az ige hirdetőnek, értelmes szívet a hallgatóknak kérünk. Amen. Olvasok az Ószövetségből, Józsué könyvéből, a 7. fejezetből, az Új Bibliafordítás szerint. A 19. verstől végigolvasom ezt a szakaszt. Józsué 7. Akkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkolj el semmit előttem. Akkor így válaszolt, Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony, vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst. 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam ezeket és elvettem. Ott vannak elásva a földben, a sátorban, és az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, oda vitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákán, Zéra fiát, az ezüstöt, a köntös, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael. Elvitték őket az Akor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk. Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Akor völgyének mind a mai napig. Most kérek meg egy éneket a magyarázat előtt. Elérkezett a búcsú beszédem csendes szelid elválás ideje, amikor egy vállalt szolgálati időszak véget ér, a Himalája megy a mellemről, a szívemről, akkor a teher van rajta addig, amíg itt vagyok, és amíg végezni kell. Sosem tudtam még elvenni egyetlen szolgálati helyről sem úgy, hogy ezt jól elvégeztem, hanem mindig kérnem kell Istentől a bocsánatot a felesleges szavakért, a kezem között elveszett, kiesett jó üzenetekért. Sámuelről megvan írva, hogy semmit nem hagyott a földre esni gyermekkorától kezdve Isten üzenetéből. Én ezt nem merem mondani, és ma este is félelemmel és rettegéssel állok meg, mert többet nem szólhatok hozzátok. És ez a mostani együttlétünk is tökéletes felvételt kap odafent, hogy sokkal jobb videófelvételek vannak. Nem csak a külső látszat van lefelvége, hanem a belső indulatok, érzések, szándékok. Egyszer Isten levetíti elénk majd ezt a mai estét is. Látnunk kell a mostani szolgálatomat minden tökéletlenségével, emberi bűnöktől terhelt hibáival és a ti szíveteknek a sokféle megrongált állapotát, amiatt, hogy nem vagytok képesek Isten igéjét úgy fogadni, hogy kellene. Imádkozzunk azért, hogy úgy legyen, hogy ez az óra jó legyen. Molnár István testvérem azt mondta, hogy körülbelül a 70% a hallgatóknak hívő ember, 30% olyan vegyes. Én azt kívánom, hogy a 70% növekedjék, a 30% csökkenjen. És aki úgy jött ide félholtan, vagy teljesen holtan, mint élő ember térjen haza. Most is igaz, eljött az óra is, az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, akik hallják, élnek. Isten kínálja az életet. Fogadjátok be, ne ragaszkodjatok a halálhoz, a halott állapothoz, ahhoz, hogy nem mondok se igen, se nemet. Néhány kérdést kell föltennem, mielőtt azt a magyarázatot megkezdeném. Feltételezem, hogy még a 30% is ismeri a jerikói történetet, de mégis néhány kérdést föl kell tennem.
Az az első kérdésem mindenkihez szól, hogy Isten népéhez tartozol-e? Ez az első kérdés. Kijöttél-e Egyiptomból? A faraó parancsol, vagy pedig Jehova? Hazafelé mégy, vagy merre? Igaz, hogy a mannából élsz, és a kősziklából kapod az üdítő vizet? Igaz, hogy a tűzoszlop vezet? Igaz ez? Isten lángoló szeretete, férfő szeretete, igaz? Igaz, hogy a felhőbe takar? Igaz, hogy hazafele megyünk? Ezeket meg kellene gondolni. Kinek az uralom alatt élek, és merre tartok? Ha ezekre tudunk válaszolni, akkor könnyebb lesz már a továbbhaladás. A jerikói történet nagyon tanulságos. Jerikó bezárkózott teljesen annyira, hogy sebbe, se ki nem mehetett, senki, így van leírva. Hatalmas kőfalait most kiásták. Nem tudtam hozni ebből a könyvből, a 13. fordulóból, 20 éves koromban megírtam ezt a történetet, most újra kinyomtatták, és a címlapra a kiadó, kedves jó barátom, egy olyan címlapot rajzot nyomatott, feleségével együtt ott voltak Jerikó ásatásánál. Felesége is rajta van a képen, lehet látni, alól azt a jerikói részt, amely Józsué idejében omlott össze, nagy darabok megvannak még belőle. Két jerikó épült arra a jerikóra. Megtalálták a legalsó jerikót is. Ahogy fejlődik a tudomány, egyre inkább megszégyenülnek a hitetlenek, mert megtalálták a legalsó jerikó darabjait. Olyan széles volt a kőfal, hogy egy kocsi meg tudott rajta fordulni. Nagyon csodálatos, hogy ahol Ráháb háza állt, az nem dőlt le. Életben maradt családjával együtt. Hát megtörtént igaz történet, amit elmondok, semmiről szólnom kell. Hadd mondjam el ezt a különös ostromot. 6 napon át egyszer kellett naponta megkerülni a várost, a 7. napon 7-szer. Ezért a címe a könyvemnek, hogy a 13. forduló. Mert még a 12. fordulónál is meg lehetett volna adni magukat. De a 13-nál már nem volt lehetőség. Különös volt az ostrom módja. Isten adta meg Józsuének a haditervet. Hadvezér ilyen haditervet nem csinál. Egy bezárt, vastag falu város, nem kell ostromgép, nem kell ennek nyilak, nem kell hajítógép, hanem elől menjenek a fegyveresek, de nem használhatják a fegyvert. Senki egy szót nem szólhat, némán kell menni. A fegyveresek után 7 pap kosszarból készült kürtöt fújjon szüntelenül. A kürtök szólnak. Izrael táborán ezüstkürtökkel vezényelték. Mindenki tudta a táborban, mint hogy mi is halljuk ezt a szép szirénát, tudjuk, mikor kell enni, meg nem enni. Ott pedig úgy volt, hogy megszólaltak az ezüstkürtök, tudták, az északi oldal indul, a déli oldal indul, a vezetők jöjjenek ide. Minden ezüstkürt szónak meg volt a maga jelzése. Izrael népén ezüstkürtel kellett igazgatni. De az ostromot város kosszal riasztó kürtökkel. 7 pap fújta, vagyis a 7 szám jelenti a teljességet, hogy többet jobban már nem lehet. Ez állandóan szóltak ezek a kürtök egész nap, csak este pihentek el, mikor a nép visszatért a táborba. Azután jött a frigyláda. A frigyláda után megint fegyveresek. Ez volt Isten ostrom módja. Előjön a fegyver, mert büntetés, halált és kározatot érdemelek a bűneimért. De nem sújtott le a fegyver, hanem szólt a kürt megadásra. Nyisd meg a kaput és életbe maradsz. Ha meghódolsz, itt a frigyláda. Beléphetsz az Isten szövetségébe. Ha beléptél, akkor vigyázz, megjön a fegyver. Ha benn maradsz a szövetségbe, megvéd a fegyver. Ha megszeged, lesújt a fegyver. Fegyver, kürtő, frigyláda, fegyver. Most is így van. Most is szól a kürt. Most én is fújom. Aki megnyitja a kaput és megadja magát, életben marad. Aki bezárkózik, ráomlanak a falak. És az ítélet elsöpri. Jerikó már gúnyosan sétált a kőfalon, megkerdültek a zsidók, körbe-körbe járnak, minden nap is trombitálnak. Fegyvert nem használnak, ezeket a falakat nem fogja lezönteni a kürtszó. De a 13. fordulónál az egész népet föl kellett kiáltania, és fegyverrel a leomlott falakon át berontani. Vigyázni kellett a piros fonállal, mert Ráhábnak megesültek a kémek, elrejtette őket. Ha kikötöd a vörös fonalat, ebben a házban nem megyünk be, gyűjtsd be házad népét, és Ráháb elhitte 2 ember ígéretét és esküjét. Rábízta Ráháb az életét 2 ember esküjére. Hogy lehet az, hogy közöttetek még mindig vannak, akik nem bízták rá magukat az Isten esküjére? Isten elkötelezte magát, hogy aki Krisztushoz jön, szabadon jöhet ő hozzá. Az Úr Jézus Krisztusban csak egy név adott az emberek között, aki által kell bocsánatot nyerni.
Isten ígérete fűződik Jézussal kapcsolatban minden ígéretem. Krisztusért, Krisztus által minden. Tamás kételkedett a feltámadás felől. Sokan kételkednek egyáltalán, én nem tudom a hitnek melyik része felől. De ha Ráháb, jaj, de sok ember fog majd megítélni, és tanul lesz. Egy kis piros fonál biztosította az üdvösségemet, a miénket pedig a véres kereszt. Ha valaki tudja hittel, hogy Jézus oda vitte fel a bűneimet, megmenekül, megtartatik, akkor is a tengerek omlanak össze, hogy hegyek a tengerek szívébe. De aki ezt nem hiszi, semmi meg nem tartja. Semmilyen szertartás, 17 papírvallást lehet rajta, annál ott van neki. Hiszitek azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban van a bocsánat számotokra? Hiszitek, hogy Isten ígérete őhozzá fűződik csak? Nincs más megmentő, olyan szépen énekeltétek. Mindig félek, mikor szépen énekelnek. Aki énekeli, tudja, hogy mit énekel? Nincs más szabadító, te vagy megmentő, annyi mindent énekeltek. De az nem igaz, az hajkatokon, mert valóban igaz. De ha bennem nem igaz, akkor hazugság. Ráhább megmenekült, teljesen bízott két ember esküvében, két idegen ember esküvében. Mi pedig az Isten esküvében bízunk. Megesküvél, Uram, most az esküvében bízom, hogy égbe visz egy gyermeket, sasszárnyakat. És veritek, ó, Ábrahám, Úr, ezt az éneket? Ebben van. Olyan szép. Megesküvél, Uram, ez mindig a szívem összeszorul, ha énekelj. Ó, Ábrahám, Uram, megesküvél, Uram. Nos, akkor nézzük meg, hogy mi következik. Nem tudtak előre haladni, Ai városát nem tudták elfoglalni. Jerikót elfoglalták már, de Ai városát nem tudták elfoglalni. És pedig azért, mert valaki lopott és rabolt Jerikóban. Volt egy ilyen parancs, az előző fejezetben benne van. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára. Meg kellett ölni embert és állatot. De az összes ezüstöt és aranyat, minden réz és vastágyat az Úrnak szenteljetek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. A pogány Jerikó minden vagyona, arany, ezüst, réz és vas Isten kincstárába kellett, hogy kerüljön. Ezt a parancsot mindenki tudta. Ákán pedig lopott ebből a kincsről. És mi történt? Következett Jerika után Ai városa, egy kicsi város. Azt mondták a tábornokok, tisztek, hogy nem menjen oda fel a hadsereg. Pár ezer ember elég, hát olyan kis város. Ai városából kitörtek a védők, és megöltek 30 zsidót mindjárt. Elfutottak a zsidók, és akkor ez történik, hallgassuk meg. Megolvadt a nép szíve, és olyan lett, mint a víz. Józsué leborult arccal a földre. Uram! Ez a kisváros megkerget minket, megtudják a Kánaán többi lakói, összefognak, végünk van. Az Úr pedig odaszólt Józsuénak, amikor így leborult. Kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak, és titokban a homlyok közé tettek. Ezért nem tudtok megállni. És akkor Józsué kihirdeti, hogy holnap reggel az Úr megmutatja, hogy ki a tolvaj, ki a bűnös. Jött egy rettenetes utolsó éjszaka valakikre. Mikor Ákán a véres farcban, hiszen mészároltak, mindenki csupa vér volt. Oda rohant a sátrához, kifigyelt rá, mi van a ruha alatt, arany, ezüst, babiloni köntös, ássuk el. Hogy fénylett a gyerekeik szeme, az anya már nem ért. Micsoda okosapánk van, Kánaán földjén veszünk kőházakat, szőlőt, kertet, szolgáink lesznek, mennyi kincs van itt, csodálatos apa vagy. De mikor elhangzott az üzenet, hogy holnap reggel megmutatja az Úr ki a tolvaj, jött egy rettenetes éjszaka, olyasztottan próbáltam átélni, beleélni magamat, milyen párbeszéd folyt le az apa meg a gyerekei között. Fiai, lányai voltak, már felnőttek. Apánk, ha mégis kiderül, nem derül ki, nem látta senki. De az Úr mindent lát, ez nem fog kiderülni. Vívódtak egész éjjel. Menjünk, apám, és jelentkezünk önként. Nem lehet, én főember vagyok, ilyen szégyet nem vállalhatok. És így folyt a harc belől. Reggel jött a sorsvetés. Nem tudom pontosan, hogy ment, csak feltételezem. Általában úgy volt, hogy egy nagy-nagy négyszögöt rajzoltak, nagyobbat, mint az asztaltak, mint ez a szoba. És felosztották 12 részre, 12 törzs. Józsué vagy valaki, egy hatalmas fa, olyasmit, mint a fonásnál annak, fonófa, mert rátekerik a fonalakat, felhajították, az jön lefele,
Ez a mai törzse. Ez a törzs bűnös. Ez AK-4 törzse volt. De még csak a törzs. Letörlik ezeket. Most már a törzsön belül családfőket írják fel. Aztán most már Zéra jön. Ez AK-nak az apja. A Zéra családja, de nem Zéra. Most nézzük meg, ki az, aki Zéra családjából bűnös. Most már csak ezt a családot írják fel. AK-3. Most már késő. És ekkor mondja Józsué, amit olvastam. Fiam, adj dicsőséget az Úrnak. Ugyanott van a dicsőséget, hogy nem nyúl semmihez. Milyen rettenetesük, ha valaki úgy ad dicsőséget, hogy Isten végrehajtja rajta a halálos ítéletet, így dicsőülnek. Most már nem lehetett semmit tenni. Ez a bűnvallás már a testet nem mentette meg. Én sokan gondolkoztam, mert nem merek soha hozzátenni, vagy elvenni az igéből. Lehetséges. Miután megvallott minden, már kényszer volt. És mondja, hogy vétkeztem, megkívántam, elvettem. Miután a testet összezúzták, megégették itt a földön. Feltételezem, hogy mély bűnbánattal, ahogy ott álltak és várták a halált, nem védték magukat. Lehet, hogy Isten nekik örökre megbocsátott, de a testnek el kellett viselni ezt a rettenetes büntetést. Nekem a legnagyobb fiamnak egyik szeme hiányzik. Elevista volt Kárpátalján, mentek kirándulni, az egész falu zörgött. Katonák által használt a lőfegyverek küzdjeibe, gyufavérget raktak, ütögették kővel. Robogott az egész falu is döngött. A fiam mit csinálta? Figyelmeztettem, 7 éves volt, vagy 8. Ne csináld, ne veszélyes. Mindenki csinálja, apám. Megyünk kirándulni, apukám, adjál 3 rubelt kiflire. Nehogy gyufát vegyél, nem kiflit, gyufát vett. A barátnak hozta a hűzni, várták a kompot, át kell menni a Tiszán. Mindenki robban, csak az övé nem. Lehajol, ráüt, hazahozta a tanító, ez a szemkocsönyösünk, szétroncsolva, tele volt részdarabokkal, meg gyufamérekkel. Üvegszeme van most. Megbánta, hogy már azt a robbantást, de a szemét nem kapta vissza. Itt a testben viselni kell a büntetést. És most ki kell hozni, és le kell tenni a nép elé, Isten elé alkot holni. Most hogy nézhetnek a gyerekek az apjukra? Most is azt mondták, de nagyszerű apa vagy? Nagyszerű ember vagy, apám. Mindent biztosítottál. A jövőnket, nem a halál biztosítottál. Itt nem sokan vannak, akik olyan szülők, hogy a gyermekeik nagyok. De most nektek szólok, akik majd szülők lesznek. Anyát meg apát. Olvastam egy kis könyvecskét. Debrecenben megláttam a könyv kirakatba, könyvesbólva. Nekem sose volt ennyi pénzem, hogy drága könyveket megvegyek. Nekem nincs könyvtáram. Van néhány jó könyvem. Megláttam egy könyvecskét akkora, mint a tenyerem. Ez volt a szívem. Miért énekel a fülemére? Na mondta, ennél ostobább kérdés. Miért szalad a nyúl? Miért zöld a levél? Mit a kérdés? Miért énekel a fülemére? De nem volt nyugtam, meg kell venni, valami tudós írta. Na, meg tudjuk, hogy miért énekel a fülemére, hadd tudjam meg. Megveszem, egy életre szóló leckét kaptam. Sok madárról van benne szó, a fülemére külön ki van ebben, ezért a címe. Amikor a kis pici fiókák kibújnak a fészekből, a fülemüle apuka, mert csak az apukák énekelnek, csak a fiú osztály, éjjel-nappal fújja az éneket a kisrácoknak a fülébe. És nem értette a professzor, miért nem hallgat éjszaka, nem elég, ha nappal dalol nekik? Nem. A két kis fiút kivett a fészekbe, és szépen mesterségesen táplálta 3 hétig. Aztán visszarakta a fészekbe. 6 hét után már nem dalol a apuka. Felnőttek, jól érettek lettek, kirepültek. Nem tudnak énekelni. 3 héten át nem hallották az éneket, 3 hét meg nem elég a másik 3, hogy belemenjen a kis szívükbe a dallam. Rikás voltak rettenetesen, kirepültek az erdőbe, feleséget keresték, mindenhol jelmenek. Ilyen fiúval nem állítottak. Kiesett 2 fészek, 2 nemzedék elpusztult, mert nem hallgatták a gyerekek 6 héten át az apa énekét. Nem tudom, milyen családból jöttetek ide, de a ti szüleitek. Mert lassan kirepültek a fészekről. Ha nem tudták 18-19-20 év alatt beénekelni a szívetekbe a mennyei dalamot, nagyon bűnösök. Az a kis fülemére, ilyen pici feje van, az agya még kisebb. De többet tud, mint sok keresztény szülő. Mert beleénekeli a gyerekeibe, a fiai dalamába, fülébe, szívébe az élet hosszabbító dalamot. Kirepültek, szörnyű hangot adott ki, mert hiányzott 3 év. Akkor a leckét kaptam. Nem is voltam buta, aki megírta. Megírta 15 forintot. Hogy miért énekel a fülemre? Azért, hogy a gyerekei is tudjanak énekelni. Az a kisi állat tanul ezt nagyon sok ember ellen. A másik, amit el kell mondani a gyerekneveléssel kapcsolatban, volt idő, amikor csak a kígyókról olvastam, mert nem lehet végig olvasni.
volt, amikor csak a hangyákról. Azt mondja a professzor, aki a hangyákról írt, hogy 80 éves vagyok, 60 éve tanulmányozom a hangyákat, még csak az elején vagyok. Kéne még 80 éves, hogy minden hangyával megismerkedj. Én azóta, mert a hangyáknak másik neve köztisztasági hivatal. Tudik, ő szedik össze az összes elhullott bogarat, nem csak morzsákat, mindent. Én ha megyek az utcán, itt is van hányszor, lépésre látom, ott a hangya visszafogva, én nem lépek rá. Mert köztisztasági hivatal, hogy lehet eltakarítani? Nem szabad. Nem szabad. És halálosan szorgalmas. Kihajtják magukat, dolgoznak igazán, fegyelmezetten, csodálatos. Most el akarom mondani, a pókok életét is kezdtem tanulmányozni. Sokszor figyeltem a pókot, hogy dolgozik. Találtam a pókok életrajzával olyan pókfajtát, amely nem készít hálót, hanem gödrötás. Körülbelül másfél centi átmérőjű laza homokba olyan helyen él, ahol laza homok csinálj élő álló alagutat. Egy falevéllel nagyon vékonyan tudja, milyen befedi, bogarak szaladgálnak, nem nézik meg, hogy itt a átjárás, hogy nincsen kresztávla, beleesnek, elfogyasztja. Kikelnek a kis pókok, mert ezt a nőstény csinálja. 100 kis pók kér ki. Minden, mikor eljön egy pár hét múlva, minden délelőtt 11-kor, akkor a napnak olyan közepes az ereje, kihozza a kis pókokat, mert azokat napoztatni kell. A D-vitamint fejleszteni kell bennük, meg az egyéb tudományokat, minden kis mirigy akkor indul meg, ha kapja, nem sokáig napoztatja. Ilyenkor megtörténik, hogy a személyen is sétálnak a Szent golyóján, és nem lát. Ilyenkor néhány madár elkapja. Az életébe kerül, de megkockáztatja, hogy a kisiknek napozni kell. Ez a pók is tanul, ez nagyon sok szülő ellen. Az élete árán is tapoztatja a sötétben a fényre hozza az övéit, a pici pókokat. És minden kis pókból benne marad az ösztön. Anyám kihozott a fényre, én is kihozom az enyémet. De sok szülő nem tudja kihozni a fényre. Ő is sötétben van, és ott is marad. Nagy leszkék ezek. És Ákán a gyermekeit rettenetes halálba vitte. Hiába volt a vándorlás a pusztában. Hiába ette a mannát. Hiába ivott a sziklából. Hiába melegítette a tűzoszlop fénye. Hiába takarta be a felhőt. Hiába vezette az Úr maga őket. Hiába hallgatott az elüstült szavára. Nem megy be az örök életbe, ha egyszer nem fogadszol. Még egyszer mondom, lehet, hogy Isten megbocsátnak, és nem merek mondani semmit, mert nem tudom. De rettenetes halál kellett volna a gyerekeknek. Most gondoljátok ezt el. Ránéznek a gyerekek az apára, látják, hogy a köveket már gyűjtik össze. Szedik össze a rőzsét, hogy majd meg is égetik őket. Apánk, hova hoztál? Mit csináltál velük? És jön a kőzápor. Összetegyük a testüket. Jajgatás, sírás, de hiába. Utolsó pillantás, amit az apa lát a hallgató gyerek szeméből, hogy mit csináltál, hova hoztál? Nem tud rájuk nézni. Aztán megégetik őket. Akkor szűrik meg az Úr iszóharagja. Az akkor, ez héber szó ákára szerinti égetni. Akkor az égető. A módhatározó. Elnevezték az égető völgyének. De most tartozom azzal, hogy megmagyarázzam, mit jelent az arany, az ezüst, és mit jelent a réz és a vas. Én imádkoztam azért, hogy megértsem ezt. Ez nem úgy van, hogy teológiát végeztem. Az csak egy papír, nem sokat ér el. Elvégeztettem a lelkészi szolgálatomat. Jogom volt hozzá, hogy parókus legyek, de a Biblia értelmezésében nekem a teológia nagyon keveset segített. Hál' Istennek, hogy már élő hittel kerültem oda, és nem tudták tétromból leíteni. Az arany, ezt azért könnyű megérzni, mert amit jelent, az a metővel kezdődik. Az arany az akarat. Ez a legdrágább. Én most mindenkit arra kérek, mert úgy beszélet mondok, aki még nem tette meg, minden aranyat adjatok oda, az akaratot az élet minden területén. Mindig azt akarjátok minden helyzetben, minden amit Isten akar, kérek egy pohár vizet. Akarom, amit Isten akar. Milyen sokszor mondjátok, hogy legyen meg a te akaratod, de könnyen mondja az ember a mi atyánkat, hogy mondjuk, mint a mennyben, úgy a földön. Hogy van a mennyben? Azonnal, örömmel, teljesen. Gondoljátok, valamelyik angyalnak négyszer kell mondani, menjél már Gábriel. Uram, most nem érek rá, mert most olvasok. Nem lehet. Azonnal megy. Soha nem olvastam, hogy kétszer. Dávid pedig azt mondja, egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Milyen jó, hogy így van. Aki nem adja oda az aranyat, az életével játszik, az örök életével. A Bibliában ez van. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözöljön. Nekem is akarni kell. Ő akarja, ha én nem akarom, nem lesz meg. Egyedni kell az Isten akaratával az én akaratomnak. Az Úr Jézus egyetlen egyszer mondta, hogy akarom. Köszönöm a vizet.
Mondták nekem, hogy Cserki bánya van víz. Egyetlen egyszer mondta az Úr Jézus az atya felé, hogy akarom. Legalábbis nem tudunk többről. Abban a főpap imában. Atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, akiket nekem adtál, azok is ott legyenek. Azt mondta a vérfoglós, hogy akarom, tisztulj meg, de a menny felé egyszer mondta, hogy akarom. És rólunk beszélek. Akiket nekem adtál, akarom, hogy ott legyenek. És én azt mondtam, de én nem akarom. Vagy nem adok választ. Akarjátok, amit Krisztus akar. Ő azt akarja, hogy ahol ő van, ott legyetek. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most Tóluszra így értem a bűnei verset. Aki nekem szolgál, az ott legyen, ahol én vagyok. Sehol se jó nektek, ahol Jézus nincs, ott ne legyen jó. És mindenütt jó, ahol ő ott van. Emlékeztek, mit mondtam, azt a szörnyű éneket a tévében hallottam. Mindenütt jó, de legyen sehol. Fiatalok énekelték. Kiégett, céltalan életű fiatalok. Már mindenen átmentek, már nem kell semmi. Mindenütt jó, de legyen sehol. Nekünk mindenütt jó Jézussal, sehol sem jó nélkül. Amikor imádkoztok, ne mondjátok a mi atyánkat, kérlek titeket. Amíg nem egyeztek bele, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön, Uram, én bennem, nálam, azonnal, örömmel, teljesen. Engem ez úgy felszabadított. Akarom, amit Isten akar, ha megértettem, azonnal, örömmel, teljesen. Ne felejtsétek el. Az arany az akarat, ez a legdrágább. Aki nem adta át az akaratát, nem mondja, hogy hívő vagyok. Ez egy kihívó hazugság. Ha nem akarom, amit Isten akar, van egy másik akarat. Hallottuk a lelkésztársam előadásában, hogy van egy másik úr, nagyon hatalmas. Elmondtam nektek, hogy ki az ördög. Az angyalok egyharmadát el tudta csábítani Isten színéről. És azt gondoljátok, hogy elbírtok vele? Ha ellenálltok Jézus nevében, elfut, mert nem bírja a Krisztus illatát. De ha alkudoztok, beszélgettek, addig sziszeg, emlékeztek a rakétás bogára, elmondtam, hogy csak egy fókfalát, csak egy fókfalát, csak egy fókfalát. Megölte a pók ezt a rakétafegyveres bogarat, mert nem vette komolyan a pókhálót. Most akarok otthon vagytok, amikor sok is apró súnyi dolog van a szívünkben, tekintetünkben, érzésünkben. Sétál az ördög ide-oda. Emlékeztek a jó történetére? Az úr megkérdezte jótól, hogy honnan jössz? Szemtelenül felett, mint ahogy mindig. Át meg átjártam a földet. Nincs ott a bál, ugye se templom, se pap, se gyülekezet, én megyek. De a szolgámat nem vetted észre. Az egy járhatatlan terület neked. Mert feltetetlen, igaz, Isten félő, bűnbűnözött. Megvertétek a fizetet, jó négy arca, mert párra meg tudtátok venni. Feltetetlen az emberek előtt. Nem tudtak rámondani, mondtak, hogy mind hazugság volt. A vádak. Igaz volt saját lelkismeret előtt. Isten félő az Isten előtt, bűngyűlölő az ördög előtt. Négy arca volt Jónak, nekünk is négy kell. Nagy baj, ha igazat tudnak mondani rá, és pedig meg tudnak vádolni bűnnyel. Már azt mondta, nem tudok magamra semmit. Nagy baj, ha mindenki jónak tart engem, de belül engem vádol lelkismeret, mert vannak súnyi rejtett dolgai. És hadd mondjam neki, az Isten félelemet nagyon sokan rosszul érti. Sokan azt mondják, az az Isten félelem. Én úgy félem, hogy ne csak a világ, úgy félek. Ez Isten rettegése. Isten félelem egész más. Az Isten félelem azt jelenti, hogy félek megszomorítani, megbántani ezt az érthetetlen szeretetet. Ez az Isten félelem. Az féli az Urat, aki fél megszomorítani. Ha valaki gyötri az anyját, apját és felesen veszi gonosz ember. Minden rendes ember legalább akar egy kis örömet szeretni a szüleinek. Én az atyámat azzal vitáljuk magam, hogy szót fogadok. És nem törődök soha a következményekkel. Van egy állítatos könyv a Chambers, és sokan ismerik. Ugye minden Krisztus uralma vagy hatalom, kétféle címe is van. Krisztus mindenek fölött, másik pedig Krisztus uralma mindenek fölött. És ebben nagyszerű ez a mondat, én megtanultam is, gyakoroltam is. Ne törődj azzal, hogy Istennek való engedelmességed mibe kerül neked vagy másnak. Ha ezzel gondolkodni, ezt megteszem az Úré, mi lesz, akkor nem teszem meg soha. Ha megértettem, rögtön végrehajtam. Azért most a fiúkat szólok először. Ha megértettétek hívő fiatal emberek, hogy ez a lány van nektek rendelve, ész nélkül el kell venni. El kell venni ész nélkül azonnal. Ha spekuláltok, megnősülök, mindjárt az első van fizetésemet elkérni. Mindig azt főzi, amit ő szeret. Akkor megyünk sétálni, amikor ő akar, és itt tovább. Ha én spekulálok, nem nősülök meg. Megértettem, hogy Dobos Margit nekem van rendelve, ész nélkül elvettem, és nem bántam meg. Ő néven kicsit gondolkodott, de végre is rájött, hogy nem olyan rossz férje van. És a lányoknál is így van. Ha megértettük, hogy ő van nekem rendelve, nem kell mérlegelni soha. Ha tényleg az Úr akarata, és megértettem, minden rendben van. A következményekért az Úr a felelős.
Itt vannak felelősök felírva. Az én életem felelőse az Úr Jézus Krisztus mindaddig, amíg szót fogadok. Hanem akkor már nem felelős. De jó, ezt a gyakorlatot. Én 78 éves vagyok, egy roncsember vagyok. Egy olyan hajó, melyik 100 kapott. Mégis megyek és viszem a terheket. Ki van feszítve a vitorlám és újra tér. Mennél jobban megközelítem, meg tudom érteni az akaratot, annál szívesebben engedelmeskedek, annál vidámabb vagyok. Sokszor majdnem többanak az erőntől. Olyan, hogy magam leszek most már is. A szobában rohangálhatok, nem zavarodtam meg, hanem az ételmével magasztalom az urat, aki nagyon szeret, viszontom a szeretetét. Nem tudom eléggé elmondani, mennyire szeretem, és mennyire hálás vagyok, azért, amit kaptam. Mindig jobban látom. És már a küszöbön állok. Még egy pár pillanat, és belépek, és amit kapok, senki el nem veszi. Mit ad érte ez a világ? Mit adhat? Emlékeztek a léleföldben a vilitkára, ugye? A húgának egyik zsebébe, hamu másikban a homok. A legszebb férfi is, ha így nézünk, csak homok és hamulális. Nem érdemes elcsinálni, érte az Úriét. Ha pedig megértettem a házasságon a mérvisten akaratát, nem kell spekulálni. Menni kell a kijelölt úton egyenesen. És végig kell menni az úton. Hát beszéltem az aranyról, de vannak még egyéb fémek is. Az ezüst. Az ezüst, ez az értelem. Itt az emeleten, itt. A gondolatvilág. Ha átadtam az akaratomat, átjelölni a gondolatvilágomat is. Nem olvasok el mindent. Megnézem, milyen filmet nézek meg a televízióban, megnézem, kivel mit beszélgetek, mert nekem az Úr dolgait kell forgatnom állandóan. Az első Zsoltár megmondta, hogy törvényéről gondolkodik éjjel is nappal. Mária is, amikor megkapta az üzenetet, hogy Jézus anyja, de szívében forgatta ezt az igét. Többet gondolkozzatok a Biblia dolgain, a lelki dolgokon. Legyetek annyira lelkiek, hogy a gondolatvilágotokban ne félj közelekbe gonosz gondolatok. Ismertem egy nagyon szerencsétlen ember. Nagyon gazdag volt. Megtért. A Betániában tért meg a jelvényünk. És megtérése után Debrecenben lement egy bordélyházba. Ő mondta el nekem. Mikor lefele ment, a pincébe várták ezek a lányok. Fizikailag érezte, hogy beleköltöznek a démonok. Végig kivorjáztat az éjszakát. Haza került a birtokára, sokszor meglátogattam. Rettenetes állapotban volt. Szörnyű volt a tekintete, mint a pokol maga. És mondja nekem, hogy József, éjjel-nappal káromolom az Istent. Mondtam, hogy Sándor, nem te káromolod, de én káromolom, éjjel-nappal szidalmazom, a démonok benne káromkodtak. Ültem az ágyán, nagyon sajnáltam. Úgy vergődött, hogy leesett az ágyról. Jött az orvos, azt mondja, Pio, hozzá kell neki. Mondtam, doktornak, menjen hozzá pihenni, doktor úr. Pio, hozzá. Az nem szívleti a bajokat. Aztán imádkoztam csendbe, uram, csak egy másodpercig engedd meg, hogy belelássak, mi van benne. Borzalmas káromlásokat hallottam, nem bennem volt, hanem jött kívülről. Megrettentem, ez az ember belülről éjjel-nappal ezt hallja, szörnyű volt. Imádkoztam, uram, szüntesd meg, hogy nem lehet elviselni. Nagyon sajnáltam. Egy eltivornyázott éjszaka, ha már egyszer az Úré volt. Először csak gondolatával jött, nem látja senki, lemegyek egy éjszakára. Az ördög mindig először ízen teszi be a lábát. Ha az értelem befogadta a gonoszt, akkor lemegy a szívre, és jön a parancs a vétaoknak, kéznek, szájnak, nyelvnek is. Vége az embernek akkor, mert átadta magát az örvég uralomnak. Ne engedjetek a szívetekbe, se a gondolatvilágban semmilyen tisztáta van. Tudjátok a Luther mondását, ugye, nem tudja megoldani, hogy át te fél a madár a fején feled, de ide fészket kapja, ott nem lehet. Valaki még olyan a tisztakozzá. Őrizzétek meg az ezüstöt, és adjátok oda az Úrnak. Uram, egyetlen gondolatot se engedek meg, ami fájna neked. Én minden ezüstöt átadtam. Ákán elvette az ezüstöt. Az akarattal kapcsolatban még van egy molasztásra, azt el kell mondanom, most láttam, hogy érzetemben van. Amikor Nabukodonozor király legázolta Izraelet és Júdát, Jeruzsálemet elfoglalta, a tiszteknek egy csoportja megölte Gedáliást, a babiloni király helytartóját. Megerettentek, tudták, hogy nagy vétket követtek el, és menni akartak Egyiptomba, az volt a másik pólus. Babilon az egyik, mint Amerika, mert Szovjetunió régebben. Egyiptom volt a másik nagy hatalom, szemben Babilonnal. De elmennek Jeremiáshoz, mondd meg nekünk, elmenjünk Egyiptomba. Megesküsznek, hogy bármit mond az Úr, Jeremiás könyve 42. fejezetében van. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged.
bizony hallgatunk Istennek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. Megesküdtek többször. Jeremiás 10 napig nem kap választ. 10 nap múlva kapja a választ. És megmondja, ha csak az arcotokat fordítjátok úgy, hogy menjetek Egyiptomba, amitől féltek most, éjség, fegyver, gyakorlát, mentel utolér. Ezt válaszolják. Hazugságot beszélsz, nem üzente tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba. Hazugságot beszél. Eleve meg volt a döntés, meg volt a saját akarat. Akartak egy profétai igazolást hozzá. Mindenképpen menni akartak, mert hát a profétai sem voltak. Én egy picit megint érintem a házasság kérdését a fiatalokra. Nem szeretek erről sokat beszélni, mert a fiatalok már a füle is beteg a sok erkölcsi intésre. De meg kell mondani, hogy nagyon sokan szenvednek, főleg lányok attól, hogy szeretnek egy nem hívő fiatal embert, aki elég rendes körülben, jó is keres, érdemes szeretni. És ilyen esetben majd én megtérítem. Megvan a saját akaratuk, én is kaptam leveleket. Józsi bácsi, tessék nézd ez a helyzet, ugye megtehetem. Nem tudtam más tényleg, hogy én a Bibliát nem tudom átírni. Miközben hívőnek hitetlen. Nemrégen eljött hozzám valaki, egy fiatal lány, és nagyon-nagyon erőltette, hogy próbáljam azt mondani, hogy ez a nagyon rendes jó fiú, hát nem hívő, neki jó féle ez. Azt kérdeztem, hogy tudnád csókolózni egy halottal? Igen, az a fiú halott. Akarsz gyereket szülni egy halottnak? Halott gyereket. Úgy megért ellen rögtön. Hát halott, hát halott. Hát csókolózol egy halottal. Normális vagy? Halott. Meggyógyult remélem, úgy állt, hogy a lába nem ért a földetbe. Nem tudom, hova szalad, de ellen. Vigyázz nekem, hogy az akaratnál, hogy előre megvan a saját akaratom, de jó lenne, ha valaki igazolná. Jeremiás nem volt hajlandó. Ha csak az arcotokat fordítjátok, és elmentek Egyiptomba, elvitték Jeremiást, ott verték agyon. Jeremiás mégis megmondta, hogy meg kellett mondani. Nem kereste a kedvüket. Isten szolgáljának, nem dirigál senki, csak egyedül az Úr. Oda kell adni az ezüstöt. Minden ezüstöt. És itt azt is el kell mondanom, hogy ha valaki, bárki lenne közületek, aki egész szívével nem szereti az Urat, saját maga ellen védkezik, és ostoba életet él. Minden hitetlen ember finom, intelligens, drága nemes lehet. Ha nem Krisztust követi, nem őt fogadta be, tékozló, gonosz életet él, mert a legdrágább javakat pocsékolja önmagának és a környezetének is áll. Az Úrra félelme az a bölcsesség, az értelem a gonosztól eltávolás. Van egy ember, akinek nem tudjuk a nevét, Jézus adott neki egy nevet, Bolond Gazdag. Ez a neve. Éjfélkor volt a névadó. Jól tervett a földje, lerontam a régi csűröket, még a tavalyiból is van. Ezt mondom az én lelkemnek. Egyél, vigyázz, gyönyörködés, sok javai van a sok évre eltéve. Isten azt mondja, bolond, pont éjfélkor jön a névadás, bolond. Hát én elkerik a lelkemet. Bolond ember volt, miért? Nagyon jó gazdag volt. Tudta, mikor kell vetni, mit kell, hova is tovább. De bolond volt, mert kizárta az életéből Isten, egyetlen szó nincs a történetében Istenről. Lerontam a csűreimet, a terményet, ennyi én korosztakarítom, gabonámat, ezt mondom a lelkemnek, minden az övé. Istennek semmi köze semmihez. Bolond, ne éljen senki ilyen bolond életet. Minden az Úré. Uram, tiéd minden is rendelkezzél. Ugyanisztem elmondtam már, hogy milyen ustavaság lenne, ha valaki egy hatalmas földbirtokostól kapna 100 000 forint földet, mint ispán, kezeljen. És a év végén jelzi a főnökének, hogy kedves gazdám, a 100 000 forintnak a 10%-a tiéd, ennyi meg a 90. Hát milyen alapon? Sokan olyan boldogok kiadták a 15. Az Úrnak a többébe ne szóljon bele. Én mindig meggondolom, még nem rendeltem újságot, szoktam menni, mert azért tájékozódni kell, nem baj, a pap tudja, mi történik a világban. De meggondolom, melyiket teszem meg, és melyikre mennyi pénzt adok ki. Sokszor látok egy-két forintokat leesve a földre, ha nincs senki, felveszem, ha vannak, nem veszem fel azt, hogy hogy a sógára mennék, a 2 forintot is elveszem. Á, most ahol elkészültem, sokszor nem mertem lehajolni 50 fillérébe, figyelték, hogy felveszem, a cigány gyerek sem vette föl. Hát én sem vettem föl. De ahol nem látok, felveszem az 1 forintot. Meg kell becsülni minden forintot. Most akkor a következő, igen, még az zárjam az ezüstöt azzal, hogy aki az értelem gondolatvilágát átadta Istennek, az értelmes életet él, aki nem mondják értelmetlenül él. A rész az érzelem. Én részgyában dolgoztam, rendkívül nehéz a rész. Az érzelem világa legsúlyosabb. Minden állam törvénykönyvében van egy külön paragrafus. Hirtelen felindulásból elkövetett emberölés. Egyrészt mentség. Mert nem előre megfontolt szándék, a hirtelen felindulásban az az, gyilkos szándék ott lappang. Hogy mondta Isten Kainnak? A bűn az ajtó előtt, és mi van? Rágyódás. Ott van az ajtó előtt. Nagyon-nagyon szomorú
bírósági tárgyalásnak olvastam a jegyzőkönyvét. Egy időben hozzá tudtam jutni egy csomó bírósági jegyzőkönyvhöz. Először a vállásokat néztem végig, ott is sokat tanultam. Volt egy másik a bűnügye. Nagyon gazdag földbirtokosnak volt két fia, két fiú testvér, szép szár gyerekek. Talán két év volt köztük. Példásan szerették egymást. Egyszer, hogy mind valami, hát nem ilyen kis szélfújta székek voltak, hanem régi nehéz faragású székek. Összevesztek, a nagyobbik megfogta a széket, koracsapta a öcséhez, szétevett a feje. Meghalt a fiú. És a bíró maga kérdezte, mondja meg, hogy történt, mikor maguk úgy szerették egymást. Bíró. Egy pillanat alatt elöntötte agyamat a vér, a hirtelen felindulásban, az érzelemvilág. Ennek az embernek nem volt az érzelemvilága, az Isten uralma alatt. Mindenki elkövethet rettenetes dolgot, aki nagyon rendes ember. Az az édesanyja, aki nem olyan régen, Nyíregyházan az emelet a legoldsabb kisgyerekét normálisnak látott adni. Behajtotta, összevetett az urával, bosszúból, kihajtotta. Miskolcon tudjátok, mi történt? Hogy bosszulta meg valaki a házastársa vétét, lehajgálta a gyerekeit az emeletre. 10. emeletre. Sose gondolta volna ő maga sem. És kérdezik, amikor már jön a tárgyalás, jönnek a börtön, hogy tudtam megtenni? Mert az érzelemvilág nem volt az Úr Jézus uralma alatt. Magyarországon gyerekkoromban énekeltek egy borzasztó éneket Fekete Vasárban. Minden cigánya a kocsmába, húzd ezt a nótát, utána jött a kés, vagy a pisztoly, vagy a méreg. Ezzel az énekkel mentek a halálba, felkorbácsolták az érzelemvilágot. Vigyázzon mindenki, mert az érzelmeit nem adja az Úr kezében, nem lehet tudni, mit cselekszik. Ha az érzelem egy kicsi területén az ördögnek joga van, rettenetes dolgokat művel. Nagyon meg kell gondolni, igaz-e, hogy az érzelmeimen is az Úr Jézus az Úr. Nem az érzelem üdvözi, de amikor az érzelemvilág Isten kezében van, akkor a hitünket megszépíti, megvidámítja. Ha az érzéseim oda vannak az a Jézus kezében, boldogan hiszek. Vannak olyan zeneszámok, muzsikák, amelyekben ártatlanak látszanak. Úgy feltavarják az érzelmet. Egyszer csak fényképen láttam egy ilyen hatalmas nagy diszkó épületnek belsejét összetörve. Olyan zenét hoztak elő, azt mondták utána a fiúk, nem tehetünk róla. Törni, zúzni kellett. Teraplították aprópának az egész berendezést. Tűzni, zúzni kellett. Nem úgy jöttünk ide, de az a zene. Van finom zene is. És egyre jobban hallottam a lelkész testet, nagyon jól mondtam, hogy a finoman lopakodik be. Először csak egy kicsit ilyen, egy kicsit világi, ez még művészi zene. Meglátogattam egy nagyon gazdag minimum Szabolcsba, meghívott ebédre, és talán mondtam is már, hogy 12 mesteren ilyen félméteres női szobor. Néztem rá, ott meg egy palimondás, én is az állam, az úrnak szolgálunk, ezek szemben voltak állni. Mondom neki, hogy mi ez? Azt mondja, művészek, mondom, több miért? Lakkozott személy. Ez be kell tenni a kukába, oda való. Szép, valamilyen szépen úgy vidd be. Lakkozott személy. Neki tetszett, és elérzeket rajta. Meg miket gondolt, nem tudom. Az érzelem világunkat adjuk oda az Úr Jézus kezébe a rendet. Most jön a vas. A magyar nyelv nagyon szegény, de ebben nagyon gazdag. Van egy ilyen szó, hogy vasszorgalom. Hallottátok? Vasszorgalom. Vagyis szorgalmas a beteg a bibliaolvasásban, az imádkozásban, az adakozásban. Hát még. És a válasz szolgálatokban. Oda kell adni minden vasat. Ez nem úgy, hogy vasárnap szolgálat, hétköznap meg az enyém minden. Minden vasat. Azt jelenti, hogy minden nap szolgálatban. Mondtam a testvéreknek, hogy itt a Bibliámban be van írva, ide van írva, hogy Prédikátor 8-8, hogy tudjam, hogy a Lukas fejemmel el ne felejtsem, ide írtam, háború idején nem engednek szabadságra senkit. És most háború van. Nagyon szorgalmas emberekre van szükség. Adjátok oda a szorgalmatokat. A tolvajok szorgalmasan lopnak. A kártyás szorgalmasan kártyázik. Én szorgalmasan sakkoztam, míg rabja voltam. Most pedig igyekszem szorgalmasan szolgálni az Urat. Nincs szabadnak. Azt mondta az esperesem, mikor végre nyugdíjba küldött, örült, hogy megszabadult ellen. Józsikám, pihenj. Na, pihenj a nagyanyád, azt mondtam. Hihet azt mondta, hogy akarok pihenni. Én már nem ér a nagyanyja, megsértettem. Mit mondtál? Mondom azt, hogy pihenni akarok, de nem úgy, hogy te gondolod. Leforítottam magyarra. De hogy megyek pihenni? Most van az igazi munkaidő, mert most ha nem köt semmi, nem kell gondolnom, hogy temetni kell meg, most ezt kell, szabad vagyok, de jó. Isten segít, elmúlik ez a csendes éjszaka. Bogus barátom, azt nem látom többet, el fogok menni. Mert itt nem tudom, hol van, mindig.
békesség neked, megszabadultad. Tartozom neked, jó? Na jó, elmegyek, és megmondom őszintén, hogy nehéz szívvel megyek el. Én nem tudom, mi van rajtatok szeretnél, mert nem vagytok méltók a szeretetre, de jól sem itt lenni. Van néhány nagyon derék ember köztetek, jó testvérek, van egy pár olyan küszöbön áldogáló. Mondtam nektek már, hogy Isten megbüntette azokat, akik ugrálnak a küszöbön, benne van a Bibliában. Úgy szeretnék elmenni most, hogy senki ne legyen, aki megtartja az aranyat, ezüstöt, rezet vasat. Mondjátok a szívetekbe, Uram, minden aranyat, minden ezüstöt, minden rezet, minden vasat. Nem kell semmi, csak te. Nem elég? Van itt valaki, akinek az Úr Jézus nem elég? Én azt tapasztaltam, amit átadok valamit, megáldja és visszaadja. Megáldja és visszaadja. Azért kérje el, hogy megáltassa, megszente és visszaadja. Elvesz az Úr Jézus az értelmünket? Nem veszi el. A lakságba tart engem? Nem. Egyre jobban észreveszem, pont azt akarom, amit ő akar. Olyan jó. Én ott van megígérő, hogy amit kértek, megkapjátok. Ez azokra vonatkozik, akik átadták az akaratot. Van egy ilyen szép kijelentése Jézusnak, hogy a fiú látja cselekedni az atyát, és mindent azt szerint cselekedni. Az Úr Jézusnak nem volt szabad akarata. Üzennek a lány testvére, aki szeret tudom beteg, gyere azonnal. Az atya szól, nem egy beteget fogsz meggyógyítani, hanem egy négy napos halottat hív vissza a halálból. És nem megy, ott időzik. Mind a két lány kimondja a keserű szavakat. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Merettelentős, sírt Jézus, főleg ezért. Aztán megszólítja azt a burló nagy vegyi üzenet, már minden tökre ment. Lázár jöjj ki. Csodálatos valami. Nem lehet eléggé csodálni. Minden felmondta a szolgálatot. Széjjel hullott minden. Egybe áll minden. És kijön, csak nem tud mozogni, mert be van fáklizva. Oldozzátok, nem hagyjátok menni. Ezt kellett megérni. Nem egy beteget kellett meggyógyítani, hanem egy szétbombott holttestre kellett életet írni. És a fiú engedelmes kellett. Egyetlen egyszer próbálta az akaratot megváltoztatni a Gecsemánéba. Nem a szegektől félt az Úr Jézus, nehogy gondolja valaki, vagy a tövis koronától, nem a korvácstól, nem. Hanem attól, hogy Isten meg fogja átkozni, hogy az atya eltaszítja. És el kellett kiáltani, miért hagytál el ennyire engem, éli, lamba csabagtálni? Egyedül, az, hogy leköbösték saját népe vezetői, tanítványok elszaladtak, ez kicsi ahhoz képest, hogy az ég is bezárult. Nem mondhatta, hogy atyám, csak Istenem. Aztán, mikor vége lett a harcnak, elkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor írt ott, atyám, ha te kezedbe teszem el, megvolt a nagy diadal, összeroppant a kígyó fejem. Ennek a Jézusnak vagyok a szolgálja, az ő kegyelméből. Legyetek ti is, ennél szebb és jobb élet nincsen. Gyümölcsözőbb, gazdagabb, értelmesebb, értékesebb nincsen. Övé minden aranyom, ezüstöm, réz és vas. És mindent vissza, ő meg az enyém, nem többet ér mindennél. Szeressétek az Urat, Isteneteket teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes értelmetekből, és minden erőtökből. Segítsen ehhez az Úr. Nem erőszakolja ki. A szeretetet nem lehet ki erőszakolni. Viszonozzátok szeretetét. Most nem tudom, hogy lehet-e én szeretném, hogy lenne egy kis közös imádság. Nem nagyon hosszú, jó? Lehetne? Hol van a gazdám, Istán, hol van? Na jó, neked ülni kell, akkor imádkozhatunk egy páran, jó? És mivel én süket vagyok, hadd kezdjem én, jó? És akkor majd ti befejezitek. Volt ez végtel is valami. Magasztalunk Istenünk újra és újra a nagy háladással az Úr Jézus Krisztusért. Bocsánatot kérünk a megtartott aranyért, ezüstért, rézért és vasért. Köszönjük, hogy nem hajtottad végre rajtunk az Ákán ítéletét, megérdemeltük volna. Most szeretnénk szívünk egész akaratával mindent odaadni, azt akarni, amit te akarsz. Hadd legyünk szabadok önmagunktól, saját terveinktől, gondjainktól. Szabadíts fel minket igazán. Odaadjuk az aranyat, odaadunk minden akaratot, minden gondolatot, minden érzést, és a szorgalmunkat is. Ó, régi Úr az életünk felett, Isten áldott fia. Szeretnénk, hogy bennünk teljesedjék be Ézsaiás jövendőlésén, az Uralom az ő vállán része. Amen. Amen.